Május 28-án tartották a Kiskörösi Városi Gyermeknapot, mely során számtalan programmal és játékkal készültek a szervezők a legkisebbeknek. Az idei programfolyamhoz ezúttal csatlakozott a Kiskörös és Térsége Turisztikai Egyesület is, akik a gyerekek helytörténeti ismereteik bővítésére szórakoztató várostörténeti kvízjátékkal készültek. Tavaly évben került átadáshoz a Várostörténeti Digitális Túraútvonal, illetve a János Fűtész Park, ez az applikációs interaktív játék, és ezt szerettük volna még egyszer így beharangozni, illetve bereklámozni a kiskörösi célcsoport részére, és azért gondoltuk el néhány héttel ezelőtt, hogy itt a Kiskörös és Térsége Turisztikai Egyesület munkatársaival itt kitelepülünk itt a gyermeknap kellős közepén, és meghirdettünk egy játékot, hogy aki így végigjátsza a digitális túraútvonalnak az állomásait, az kap egy kedvezményes kupont, amelyet itt a Kiskörösi Bimbam cukrászdába tud a mai napon levásárolni. A résztvevő gyermekeknek, családoknak Kiskörös központjában lévő útvonalat kellett végigjárni, és az egyes állomásokon okostelefonnal kellett a feladatokat megoldani, valamint ez alapján összegyűjteni a pontokat a nyereményhez. Háromféle túraútvonalunk van. Van egy 11 állomásos Petőfi vonalas túránk, itt a városközpontban, így nagyjából a sárga színű csík mentén itt a térkövezettségbe végig mennek, akkor ez egy 11 állomásos Petőfi vonalas túra. Az nagyjából egy ilyen 35-40 perces túra lehetőség. Van a nagy túra, itt a szülőháznak nagyjából itt a 150 méteres körzetén belül van 27 állomás, ami már nem csak a Petőfi kultuszos emlékhelyek, hanem a várostörténetnek az emblematikus emlékhelyi, templomok, városháza, különböző szobrok, az országos történelemhez kapcsolódó helyi szobrok, emlékhelyeknek az emlékhelyei, és ez a 27 állomás nagyjából egy ilyen jó két-két és fél órás program lehetőség akár egy családnak. A tavalyi évben a látogatóközpont mellett kialakított János Vitéz Park is szerepelt a játékprogramok között. Az itt található feladatsor megoldására nem volt másra szükség, mint egy a telefonra ingyenesen letölthető applikációra, valamint az elbeszélő költemény ismeretére. Nem csupán a játékokkal készült az egyesület, kitelepülésüknél a gondozásukban megjelent várostörténeti kiadványokat is megvásárolhatták az érdeklődők. Egy héttel ezelőtt a Városalapítók napján került bemutatásra a Kiskörös Kultúráért Egyesületnek immár 5. megjelent könyve, ez pedig a Kiskörös zene történetét feldolgozó könyv, és emellett ugye kiadtunk a várostörténeti könyvet, a Kiskörös történetét, tavaly évben került bemutatásra a Kutyifa Anikó Szeder barátokra lel Kiskörösön című mesekönyve, ami nyilván itt a gyermeknapon talán a leginkább aktuálisabb téma. Azonban nem csak ezek, hanem az egyesület korábbi kiadványai is megtalálhatóak voltak. Korábbi kiadványainkat az Ember a versben című verses antológia, ami szintén nagyjából egy 10 évvel ezelőtti kiskörösi vers és prózaíróknak az akkori műveiből készült egy válogatás, ezt is meg lehet itt vásárolni, illetve 2014-ben jelent meg, hogy az első világháború kitörésének a 100. évfordulóján a Kiskörös a századfordulón és az első világháború idején című könyv. Ezeket a könyveket is szeretnénk folyamatosan ajánlani a kiskörösieknek. A várostörténeti kvízjáték népszerű volt a családok körében, és többen vásároltak a helytörténeti kiadványokból is, ami előrevetíti, hogy a jövőben is szervez majd hasonló programot az egyesület.